Betört kapufalnak ütközött autó egy pécsi zsákutcában. Itt végződött annak a 27 éves férfinak az útja, aki gyógyszerek és alkohol hatása alatt vezette járművét a nyomozás adatai szerint idén márciusban. Ráadásul engedélyesen volt ahhoz, hogy sofőr legyen. Most emeltek vádat ellene. Vezetői engedéllyel soha nem rendelkezett, ennek ellenére azonban rendszeresen vezetett gépkocsit. 2022. márciusában baráti társasággal Komlóról Pécsre mentek szórakozni, mégpedig a férfi által nem sokkal korábban vásárolt gépkocsival. Ekkor még az autót nem ő vezette, hanem egy barátja, majd Komlóról Pécsre hajnali órában visszatértek, amikor még szintén nem a férfi, a vádlott vezette a gépkocsit. Pécsre beérve a sofőr lakóhelyére mentek. A sofőr az autóból kiszállt, majd miután elment, az ittas, gyógyszerhatás alatt álló férfi a gépkocsiba ült, majd az autóval elindult. Azonban nem jutott messzire. A szomszédos utcába behajtott, ami egy zsákutca volt, és a zsákutca végét lezáró kerítést áttörve az ottani udvarba hajtott be, és egy falnak ütközött. A férfi a barátnőjével, aki szintén az autóban tartózkodott, azonban a helyszínt elhagyták és hazamentek. Nem sokára azonban visszatértek, először a sofőrhöz mentek, és azt a mesét adták elő, hogy a gépkocsit az utcából ellopták. Ezt követően elindultak az autót keresni, melynek során visszatértek a helyszínre, ahol már ott voltak a rendőrök. Ők intézkedtek az ittas sofőrrel szemben. A vádolt cselekmény az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének a megállapítására alkalmas. Ennek büntetési tétele 2 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség pénzbüntetésre és járművezetéstől eltiltásra tett indítványt.